Ez a fajta a Jubilei Novocserkaszka. A kis fali lugasomon helyezkedik el. Mindez idáig ugye árnyékba volt tulajdonképpen, hiszen a lugasnak az az egyik feladata, hogy árnyékoljon. Amikor kánikula volt, ez nagyon jó is volt. Jót tett ez a kis árnyék itt ennek a környezetnek. Viszont nem színesedett még be rendesen, tehát lemaradásban van. Főleg a nagyobb fürtök. Ez például egy óriási nagy fürt, elég nagy bogyói is vannak. Ő viszont érett ugye a fajtára, ez jellemző, ez a sárgás rózsaszín, nem lesz teljesen sötét. Ez viszont még nagyon világos. Hatalmas bogyókra képes, mint látható. Fel kell lépnem egy létrára. Talán így tudom mutatni. Óriásiak a bogyók. De az is látható, hogy az árnyékos oldalon mennyire zöld még. Nagyon sokat hagytam rajta egyébként. Erős tőke. Bízom benne, hogy szépen beérik majd. Ez tehát a Jubilei Novocserkaszka. Egyik sem rózsaszínesedik teljesen. Mindegyik ilyen zöldes-sárgás, halvány rózsaszín, mondhatnánk, hogy rozé színű lesz, érett állapotban is. Ez látható itt is. A fürtöknek a felső emeleteit eltávolítottam, így értem el azt, hogy szépen beértek. Tehát ugye óriási, hatalmas, másfél kilós fürt lett volna ebből szerintem, aminek a beérése nagyon kétséges lehetett volna. Így azonban jó, 17-es cukra van, ami megfelelő, gyönyörű, szép nagy bogyók és halvány rózsaszín. Itt van a Jubilei Novocserkaszka, hatalmas bogyókkal, és hát a színezettsége ilyen. Nem merem tovább tőként tartani, nehogy valami baj érje. Az egyik Julián tőkém, nagyon kis helye van itt szegénynek, de nagyon jó termést hozott. Vannak óriási bogyói, mint itt látható. Tehát hozza tulajdonképpen a tavalyi formáját, jól teljesítő fajta a gyűjteményemben. Tulajdonképpen nagyon kevés gond van vele. Sajnos a poloskák is nagyon szeretik, és ettől én meg akarom őt kímélni ezekkel a hálókkal. Hamarosan szedem, ugye késésben vannak a csemegeszőlőfajták érés szempontjából, főleg ilyen nagy terhelésnél, ennek már 3 hete be kellett volna érni. Lehetett is akkor kóstolgatni, de ugye vártam még vele, szeretem, ha jól beérnek a szőlőim. Változatos méretűek a fürtjei, vannak kisebbek, de nagyon tetszetősek. Nem kell bántani. Nagyon jó, kiváló fürtszerkezet. Nem sűrű, nem ritka. A másik karon van egy nagyon nagy fürt. Az ilyen nagy fürtök nyilván nehezebben érnek be. Várok is még vele. Jócskán meg nem is méricskélem, hiszen lehet látni, hogy még a színezettsége nem megfelelő. Lehet, hogy ízre már jó, de ennek még azért sárgábbnak, rózsaszínebbnek kell lennie. De a mérete az lenyűgöző, tehát nagyon szép, talán 1,5 kiló is van ez a fürt. Úgyhogy még egy felső emeletet meg is szüntettem, mert túlzásnak találtam, és féltem, hogy nem érik be rendesen. A Julián és a Joy Seedless. A Julián idén is csodálatos, ugye tavaly ő volt a 11-es listámon az első, nagyon bőtermő volt idén is, és rengeteg ilyesmi fürtöt hozott. Ami ellene szól, az ez az egyenetlen bogyó színe, bogyó színeződés. Van még egy kis Julián, aminek ugye az a lényege, hogy hosszú ideig
szüretelhető, még szeptemberben is vannak fürtjei. Ez a fajta, a piszanka, ami szintén egy óriási méretű, nagyfürtű, nagybogyójú, rózsaszín csemegeszőlő fajta. Nagyon mostó a helyen van, árnyékban, hát a mögött akácerdő van, nem is túl messze. Nyilván idő kell neki, hogy beérjen, naposabb helyen már jobb állapotban lenne. Ez az oltás utáni első éve, tegyük hozzá, hogy azért hozott csak kevés fürtöt, mert még nem teljesedett ki igazán ezen a alanytőkén. Ez egy ideális fürtméret számomra, ez egy ilyen 70-80 dekás fürt lehet. Nagyok a bogyók, egyenletesek, és azért a színezettsége is egészen jó. A mellette lévő fürt már túl nagy, és látható, hogy ez ugye jóval kilón fölül van, és ugye ez nagyon imponáló lehet, de tele van éretlen zöld bogyókkal. Ugye az árnyék miatt lehet mindez. Kisebb-nagyobb másod fürtök, itt van egy egész szép, egy másik hajtáson. Tehát érdekes fajta ez, és a méretei imponálóak. Egy másik tőkén még ennél nagyobb fürtöt, illetve fürtöket is hozott, de azt nem tavaly, hanem tavaly előtt oltottam. Ez egy másik piszanka tőke, óriási fürtöket hozott, ezek mind hát talán másfél kiló körüliek, azok belül még nagyobb. Ezt a szép nagy piszanka fürtöt most leszedem, és megmérjük a súlyát. Ó, nem éri el a 2 kilót, pedig azt hittem. 1,88 kg, 1,88 kg, 87-88 kg deka. De azért szép nagy. Rengeteg másodtermése van, ahogy megyünk felfele. Egyre-egyre láthatóak a másod termések, tehát egy nagyon-nagyon érdekes fajta. Ezeket az óriási fürtöket én nem találom kedvezőnek. Nem piacosak igazán, nehezen érnek be, látható, hogy nem színesedik jól. Ott ollózgatni kell a sérült bogyókat. Úgyhogy én mindezt azért mutatom, mert a következő évben ezt a fajtát szabályozni fogom. Nem fogok hagyni ilyen óriás fürtöket. 70 deka maximum. Attól viszont azt várom, hogy szépen beszínesedjen, és mutatós, jól beérett, jól színeződött bogyókat produkáljon. A preobrazsénye idén színesebb, rózsaszínebb, mint a julián. Igaz, hogy ezek nagyon szépen napon vannak. Ezt már fogom szedni holnap, illetve másokat le is szedtem. Ez a preobrazsénye tőke napos oldalon helyezkedik el, ami látható is a színén. Szerintem ez nagyon szép rózsaszín, tökéletesen beérett, nem csak ő, hanem még a másod termései is. Nem jelentősek, kis bilingek. Na ott ez a főső az még nem érett, de ezek már igen. Egyébként ez nem egy fürt, nem akarok valótlant mutatni, ez két fürt egymás mellett. Csak így egymásba érnek, de külön-külön is szerintem nagyon szépek. Néhány apró bogyó azért van rajta, szerintem nem ront az értékén. Idén is hozza a formáját, ez a fajta úgy tűnik. A nagybogyójú, nagyfürtű rózsaszín fajták közül idén a preobrazsénye az, amelyik a legkorábban ért. Nagyon szépen beszínesedett,
itt a kis falilugasomon. Nem hozott olyan nagy fürtöket, mint a Jubilei Novocserkaszka, vagy a Viktor, vagy a Julián. Talán erre is vezethető vissza az, hogy ő a legérettebb, legszebb színű. És azért igaz, hogy nem nagyok a fürtök, de a bogyók, azok óriásiak helyenként. És a színezettségük nagyszerű. Itt is látható, ezen a fürtön van egy-két apró bogyó is, de a színe nagyon szép és elfogadható. A mellette lévő kisebb fürtnek nagyobb bogyói vannak. Nagyon szép fajta a preobrazsénje, finom is, és úgy tűnik, hogy megbízhatóan terem. Minden évben jó formát mutat. És ezek azért nagyon tetszetős, nagyon mutatós, szép, nagy, sőt óriási bogyók. Ez a fajta a Viktor, már vagy 5 éve van meg nekem, ezáltal ez a tőke már teljesen ki tudott teljesedni. Két hosszú szálveszőre metszettem, sőt tavaly 3-ra. Most visszavettem, mert óriási termésre képes. Hatalmas fürtjei vannak. Ez egy picit úgy tűnik a bogyóméret rovására megy, tehát nem olyan óriásiak a bogyók, de azért jókorák, elég szépen beszínesedett és beérett. Ez a fajta általában a Juliánnal együtt szokott érni. A hálózás a poloskák miatt van és a darazsak miatt főleg, de úgy tapasztaltam, hogy ez a fajta védelem némileg az eső ellen is véd, tehát egy kicsit talán lepergeti a csapadékot ez a háló. Tehát nem igen látok a bogyókon sérülést. Itt ugyanakkor találtam, tehát erről beszélek, ugye ezt mutattam a Jubilei Novocserkaszka fajtánál is, hogy ezek a felső bogyók itt a kocsánynál sérülhetnek. De ezen könnyű segíteni, ez csak néhány bogyót érint. Nagy termést hozott, és hozott két rendkívül nagy fürtöt. Az egyik az itt van hátul. Hát én most át nem megyek oda. Egy olyan 1,5 kilós fürt. Nem is azt akarom igazából mutatni, hanem a másodterméseket, ami nagyon érdekes dolog, mert ezek a másodtermések szinte beértek. Ugye látható, itt van a hónajhajtás, és ezen van ez a kis biling, azt majd ki kell rólózni egy kicsit, és itt fent is vannak, amik későbben alakultak ki, tehát én ezeket nyilván nem harmadtermésnek mondanám, hanem a vesszők felső részein a hónajhajtások később kezdtek növekedni, és ezeken a virágzás és bogyókötődés később történt meg. Még akár ez is beérhet, ha szép őszünk lesz. Ez a Viktor fajta, talán ezt nem mutattam még a rózsaszínek közül. A nagy terhelés ellenére egész jól érnek a falilugasomon a szőlők. Nyilván először azokat szüretelem, aminek mind a két oldala szépen beszínesedett. Jó néhány fürtnek az árnyékos fele még zöldes. Ezeket még hagyom. Hát ebből is ezeket a jól bepirosodott fürtöket szüretelem. A többi még várhat, akár októberig is.